mozgást. Apropó, jut eszembe. Mindenki megmondta a kedves szüleinek, hogy ma délután 5-től züllői értekezlet lesz? Tehát akkor szünetben fogod a kis mobilodat, felhívod anyut vagy apu. Mondom, szünetbe! Jó? Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves szülőket. A mai szülői értekezletünk legfőbb témája az avasi napok és az ezzel kapcsolatos költségek. Az osztály már szeptember óta lelkesen tervezget, de természetesen a költségekkel kapcsolatosan megkérdezték, hogy mennyit vehetnek ki az osztálypénztárból. Én annyit feleltem rá, hogy maximum 80 ezer forintot. A pénzedik az a sok pénz! Hát vegyenek ki bankból! Gyűjtjenek a szponzoroktól! Hát vagy dolgozzak! Tényleg, igaza van a festőnek! A szülők úgy döntöttek, hogy nem vehettek ki pénzt az osztálypénztárból. Legyetek találékonyak, keressetek munkát, hogy valamilyen utóbb utó szerezzetek pénzt. Ott vannak a szponzorok. Nagyon kevés időnk van, már csak egy hét, úgyhogy jövő hét pénteken 4-kor az iskola előtt, és mindenki hozza ki magából a legjobbat. Jó. Jó. Csukran, igazgatóval szeretnénk beszélni. Már is. Köszönjük. Köszönjük. Jó napot kívánok! Arra lennénk kíváncsiak, hogy nem tudna nekünk esetleg egy kis munkát keríteni. Pénzre van szükségünk, a vasi napok. Hát éppenséggel tudnék valami munkát nektek adni. Jaj, de jó! Köszönjük! Egy kis takarítást. Akkor itt van az asztalom. Látjátok, ezen nincs akkora nagy rend. Rakjatok rendet. Aztán itt a könyvek között, meg a szekrényben is rakjatok egy kis rendet. Fiókokban is rendet rakhatok. Karoljatok le, meg fogom nézni. Tudjátok, mi fehér zsebkendővel, papír zsebkendővel. Hát, locsoljátok meg a virágokat. Ennyi. Kérhetem? Ez búj! Látják ezt a makas szörnyeződést? De az újven is! Elbánik! Ezzel a makas folttal is! Bocsi! Nem jött össze! Yeah.
kívánságai! Meg már az a Bundesland főváros? Hát, de ezért nekünk segíteni munkára van szükség. Hát, éppenséggel lenne mit csinálnatok, egy-két dolgot talán tudnék ajánlani. Gyertek! Nos, tehát meg is érkeztünk a TED színhelyére. Itt kellene ezt a néhány könyvet leporolni, földre pakolni, visszapakolni, közben el is olvasni ékes németséggel. De úgy készüljetek ám, hogy mind a hárman vért fogtok izzadni. Szervusztok! Jó napot! Ez a rendetlenség, nem ebben egyeztünk meg. Ez kétemben, hogy pontul már nem ütjön az már kérdezni. Sajnálom, ki vagytok rúgva. Most nem jött annyira. Mi lenne az? Hát, táncolhatok el.